Megemlékezés. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgett a Jobbik helyi szervezete. Fél évszázados jubileum. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte a Rosti Pál Gimnázium, általános és szakképzőiskola. Waldorf pedagógia. Az életkori sajátosságokon alapuló személyiségközpontú oktatás módszereit ismertették városunkban. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Ünnepi műsort tartott a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete a 48-as emlékműnél. A résztvevők koszorúk elhelyezésével hajtottak fejet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. Koszorút helyeznek el a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi vezetői a 48-as emlékműnél. A rendezvényen sokan megjelentek, hogy megemlékezzenek történelmünk egyik legmeghatározóbb szeletéről. Az ünnepi beszédekben többen is felidézték az 1848. március 15-én kitört szabadságharc eseményeit, a forradalom előzményeit, majd bukását. Ez az egyik legnagyobb magyar ünnepünk a véleményem szerint, hiszen ekkor volt az, hogy ugye a Habsburg elnyomás ellen harcoltunk, ugye küzdöttünk a szabadságunkért, hatalmas sikereket értünk el, több ütközetbe levertük az osztrákokat, ugye Görgei Artúr és még néhány hadvezérünk is hatalmas sikereket ért el. Aztán ugye a vége az lett, ugye, hogy világosnál letettük a fegyvert, és vége volt a szabadságharcnak, és ugye Aradon kivégezték ugye a 13 vértanút, és azért tartom nagyon fontosnak, hogy erre megemlékezzünk, mert tényleg ez volt az, amikor a magyar nép összefogott és fellázadott az elnyomás ellen. Olyan emberi nagyságokról akarunk itt ma megemlékezni, akik példaképként szolgálhatnak számunkra, de felírni hozzájuk nehéz lenne. Példát mutattak nekünk hősiességből, önfeláldozásból, kitartásból, de legfőképpen hazaszeretetből. Az eseményen Dobai Gergely, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom alelnöke is részt vett. Mint mondta, fontos megemlékeznünk az 1848-49-es forradalom hőseiről, hiszen életüket áldozták a szabadságért és nemzetünk jövőjéért. Hát engem meghívtak a szervezők, mint felszólalót, ami nagyon nagy öröm volt számomra, főleg komáromiként, ugyanis Komárom az egy kimondottan fontos szerepet játszott a forradalomban, ugyanis ez volt az egyetlen egy város, amit nem sikerült bevenni a császári hadseregnek. Talpra magyar, híj a haza, itt az idő, most vagy soha. Az ünnepségen Vári Kovács Péter színművész több dalt is előadott. Szerettünk volna egy olyan híres színművésszel együtt egy olyan megemlékezést adni, ami emléküket állít a hőseink számára, akik vérüket adták Magyarországért. Számunkra ez minden esetben fontos, és erőt ad is számunkra. Ezt egyfajta feltöltődésként is csináljuk ezeket a rendezvényeket. Pintér Tamás hozzátette, a magyarok bárhol is éljenek a világban, március 15-ét tartják a nemzet legnagyobb ünnepének, hiszen az 1848-as események mély nyomot hagytak a magyarság életében. Nemzeti ünnepünkről éppen ezért országszerte mindenhol megemlékeznek. Fél évszázados jubileum. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte a Rosti Pál Gimnázium általános és szakképzőiskola. Az intézmény ebből az alkalomból egy nagyszabású gálát szervezett a Dózsa Mozi Centrumban, ahol a volt és jelenlegi tanulók, valamint pedagógusok is a színpadra léptek. Zenés táncos műsorokkal léptek színpadra a Rosti Pál Gimnázium általános és szakképzőiskola tanulói. Az intézmény ugyanis idén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, ebből az alkalomból pedig egy nagyszabású gálát szerveztek. A rendezvényre a fél évszázados iskola egykori tanítványai is ellátogattak, hogy együtt nosztalgiázhassanak volt tanáraikkal, diáktársaikkal. Nagyon sok jó élménnyel jártam ide, és most jó volt újra visszajönni, újra látni a régi tanárokat, táncosokat, volt iskolatársakat. Minden élmény boldogan tölt el, szerettem a balettórákat, a táncórákat, és pont mondtam a régi tánztáromnak, hogy nagyon visszasírom sokszor azokat az időket, amiket itt töltöttem el. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen.
Felejtsen mindent, ami a hétköznapok szertartása és feladata. Az ünnep különbözés mély, varázslatos rendfogás. Rajnai István, az iskola igazgató helyettese az esemény jelentőségére hívta fel a figyelmet ünnepi beszédében. Mint mondta, a rendezvény lényege, hogy megmutassák, büszkék arra, hogy az iskola még 50 év után is működik, és évente több száz tanulót oktat, képez. A gála arról szól, hogy ezt az intézményt 50 évvel ezelőtt alapította egy nagy elődünk, és a város különböző épületeiben a vasmű belső Martin 3-as épületétől kezdve a gimnázium, a Bánki Donát szakközépiskola, és végül a mostani helyén, a Bartók melletti épületben a dolgozók esti iskolájából nőttük ki magunkat. A jubileumi gálát azonban megelőzte 5 programokkal és élményekkel teli nap, hiszen most tartották az intézményben már hagyománnyá vált a rosti hetet is. Nagyon jó, hogy ilyenkor mindig ki tudunk bérelni egy tornatermet, összejövünk, focizunk, kézizünk, mindenki, amit szeretne, sportosan, pörgősen telnek ezek a dolgok, nekem tetszik mindig. Mindig jól össze tudjuk hozni különböző programokat, újítani szeretnénk mindig, amik sikerülnek is, hogy a tanárok azt szeretnék, hogy a diákok felé minden jobban közérthetővé váljon ezek a dolgok, és ez is nagyon jól összejött. A Rosti Hét záró rendezvényének a Dózsa Mozi Centrum adott otthont, a Galéria Jazz Klubban pedig az intézményben tanuló vagy tanító művészek alkotásait is megtekinthették az érdeklődők. Széleskörű tájékoztatás a Waldorf pedagógiáról. Vekerdi Tamás gyermekpszichológus ismét Dunaújvárosba látogatott, hogy az életkori sajátosságokon alapuló személyiségközpontú pedagógia módszereit ismertesse meg az érdeklődőkkel. Megpróbálom azt itt ábrázolni, hogy mit gondol emberről és gyerekről a Waldorf pedagógia. Vekerdi Tamás gyermekpszichológus tartott előadást a Waldorf pedagógiáról a Munkásművelődési Központban. A szakember a 80-as, 90-es évek fordulóján döntő szerepet vállalt a Solymáron létesített magyarországi Waldorf óvoda és iskola megalapításában. Jelenleg is az intézményben tanít. Mint mondta, a Waldorf óvoda elsősorban a játék, a mese és a tevékeny utánzás helye, amely átlátható világot teremt a gyerekek köré. Az iskolai tevékenység pedig nagyban fejleszti a diákok képességeit. Tág teret ad a gyakorlásnak a művészetekben és a praktikus kézművesi munkákban is. Minden ilyen gyerekközpontú alternatíva jó, amelyik tehát abból indul ki, hogy milyen a gyerek, mikor milyen a gyerek, hogyan kell hozzá a világot közvetíteni, hogy az neki is és a világnak is jó legyen. A kisgyerek elsősorban cselekvésében él. Ő egy örök mozgó. Egész lénye és napi tevékenysége a jövőre irányul. A szakember különböző eszközökkel próbálta megismertetni a személyiségközpontú pedagógia lényegét a résztvevőkkel. Bemutatta, hogy is néz ki az oktatás a Waldorf intézményekben. Mint mondta, a gyermek tanulási szokásait nagyban meghatározza, hogy mennyi pozitív élmény éri az iskolában. 1996-97 óta agyfiziológiai vizsgálatokból tudjuk, és erre például Freund Tamás, nagyszerű magyar agykutató is gyakran hivat, hogy öröm nélkül nincs hatékony tanulás. Még egy kicsit cifrázva, pozitív érzelmek nélkül nincs hatékony tanulás. Öröm és élmény, ezek vezetik a világ megismerésben és az önmegismerésben az ember. Tévedés, hogy unatkozva és rettegve és szorongva nagyszerű világ és emberismerethez tudunk jutni. Terapizáljuk, megpróbáljuk újra kivinni a nagy térbe. Vekerdi Tamás, mit tud a Waldorf pedagógia? Milyen a Waldorf iskola a gyerekek és a szülők felől nézve című előadásán? Gyakorlatilag megtelt a terem. A szülők érdeklődve figyelték a szakembert.
ez egy művészeti jellegű, érzelmeiben élő, harmonikus személyiség. Az első Waldorf iskola 1919-ben nyitotta meg kapuit a németországi Stuttgartban. Magyarországon 1926-ban kezdte meg működését. A világon mintegy 1000 ilyen intézmény van. A Waldorf pedagógia célja, hogy módszerével és nevelés elméletével a gyermekek egészséges fejlődését támogassa. Csak érzékeltetni szerettem volna, hogy miről van szó. Kiállították a közelmúltban elhunyt művész alkotásait. Farkas Mihály emléke előtt tiszteleg a Dunajvárosi Kereskedelmi és Iparkamarában látható kör című tárlat, amelyen Kis Ervin Gábor, Móder Rezső és Rozsnyai Sándor festőművészek képei is helyet kaptak. Az összeállítást április 9-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Nem lehet közöttünk Farkas Miska, a kiváló művész, a jó barát. 63 évesen felhívták egy más világba, amit mi nem ismerhetünk meg. Farkas Mihály emlékét idézte meg Rozsnyai Sándor festőművész a kör című kiállítás megnyitóján. A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarában helyet kapó tárlaton ugyanis a közelmúltban elhunyt alkotó képei is láthatóak. Misi szelleme itt van egyébként velünk, az alkotásaival is és gondolatban is. Ez a kiállítás egy rendkívül szomorú kiállítás, de az emlékei azok vidámmá teszik az embert, és többek között a minket is kiállítókat, mert elképesztő volt Misi. Tele ötlettel, ambícióval. Farkas Mihály 2015-ben hunyt el 63 éves korában. A dunaújvárosi és az országos művészeti életnek egyaránt meghatározó szereplője volt. Egykori alkotótársai ezért egy 1974-es közös kiállításuk a Kör 74 újragondolásával tisztelegnek emléke előtt. Abban az időben is nekünk törzseink volt a Gurmand. Rajszakkör után oda mentünk, ott megvitattuk a művészeti témákat, az alkotásokat, de szabad időben a Óvárosba mentünk le, a Petőfi utcába. Volt egy kis kocsma, mindig teltház volt, és nekünk az volt az igazi iskola. Ott rajzoltuk az öregeket, akik készséggel álltak modellt. A Farkas Mihály, Kis Ervin Gábor, Móder Rezső és Rozsnyai Sándor alkotásait bemutató tárlatot április 9-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara folyosó galériáján minden hétköznap 8 és 16 óra között. Ismét a Bibliáé volt a főszerep a József Attila könyvtárban. A Szabad Egyetem folytatásaként Simon Zsolt lelkész látogatott városunkba, hogy a zsidókhoz írt levelet ismertesse a résztvevőkkel. Egyszer csak azt mondták, hogy de jó volt Egyiptomban. Jobb nekünk a régi! Ezek a felvételek a múlt heti Bibliai Szabad Egyetemen készültek a József Attila könyvtárban. Akkor Ősz Farkas Ernő, az Adventista Teológiai Főiskola tanára a zsidókhoz írt levél néhány fontosabb gondolatát ismertette az érdeklődőkkel. A múlt héten Ősz Farkas Ernő elkezdte a zsidókhoz írt levelet. Mivel ezt a Biblia egyik leghosszabb és legnehezebben érthető részének tartják, ezért értelmezését ezen a héten folytatták. A további részleteket Simon Zsolt lelkész ismertette a hallgatósággal. Nagyon sokan vitatják ezt, hogy levél lenne, ott van minden esetre a levelek között. Az előadó elmondta, a zsidókhoz írt levél egyik különlegessége, hogy már régóta viták folynak azzal kapcsolatban, hogy valóban a levelek közé sorolható-e. Egyes vélemények szerint sokkal inkább egy tanítás, prédikáció vagy igehirdetés. Az jellemzi továbbá, hogy bár évszázadokkal ezelőtt íródott, szavaival a mai kor emberei is azonosulni tudnak. Ezért a lelkész nem csak a hívőknek, hanem mindenkinek ajánlja a Szentírás forgatását, mélyebb megismerését. A hívő ember máshogy forgatja a Bibliát, nyilvánvalóan, de aki valamit szeretne a Bibliából, az megtalálja a Szentírásban azt, amit szeretne. Vezetést az is talál, aki nem feltétlenül úgy nyúl hozzá, mint egy hívő ember, hiszen a tanácsok, a Bibliának a tanácsai, a Szentírás szavai mindenkinek szólnak. Simon Zsolt hozzátette, fontosnak tartja, hogy a hasonló előadások segítségével minél több emberrel megismertethesse a Biblia egyes tanításait, hiszen nem véletlen, hogy a Szentírás kutatása és értelmezése külön tudománynak számít. Rengetegen foglalkoztak vele hírességek és kevésbé híres emberek, foglalkoztak ezzel a könyvvel, a Bibliával, mint tudománnyal.
nagyon sok bölcsességet merítettek, Pascal, különböző gondolkodók, akik ebből nyerték a gondolkodásukhoz az erőt, a bizalmat és mindent. Vannak olyanok, akikről nem is tudjuk, vagy sokan nem is tudják, de létezik, hogy proféciákról írtak könyveket, például Isaac Newton, aki nagyon komolyan foglalkozott a Bibliával. Az az igazság, hogy ez csak nekünk van ilyen messze a Biblia meg a tudomány, de valamikor azért a középkorban, vagy akkor, pontosabban akkor, amikor a könyvnyomtatás már annyira elterjedt volt, hogy lehetett könyveket használni, meg hozzájutni, és azért az embereknek a mindennapjaiban ott volt a Szentírás, és nagyon komolyan foglalkoztak vele. A Bibliai Szabad Egyetem sorozata Jakab levelével folytatódik majd. Ezt a témakört Gyűrűs Istvánné ismerteti az érdeklődőkkel március 8-án. Vasárnap változóan felhős lesz az ég, a megnövekvő gomoly felhők miatt elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Megélénkül a délkeleti szél, 10 és 15 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála. Főbb híreink következnek még egyszer, röviden. Megemlékezés. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgett a Jobbik helyi szervezete. Fél évszázados jubileum. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte a Rosti Pál Gimnázium általános és szakképzőiskola. Waldorf pedagógia. Az életkori sajátosságokon alapuló személyiségközpontú oktatás módszereit ismertették városunkban. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.